Hírstúdiónk vendége Szepesi Tibor, a Dériné igazgatója, akivel arról beszélgetünk, mennyire volt sikeres az úgynevezett birkapörkölt nap. Mai vendégünk Szepesi Tibor, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatója. Üdvözlöm igazgató urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. Rendhagyó módon június utolsó hétvégéjén került megrendezésre a Karcagi Birka Főző Fesztivál, amely most a Birka Pörkölt Napja elnevezést kapta. Hogyan zajlott az esemény, mit lehet tudni a részletekről? Egy kicsit menjünk vissza a múltban, hiszen egy Birka Főző Fesztivál szervezése körülbelül akkor kezdődik, amikor az előző befejeződik. Hiszen már akkor azon kell gondolkozni, hogy milyen fellépőzenekarok, milyen produkciók kerüljenek a következő évi fesztivál közönsége elé. El kell kezdeni azokon a dolgokon gondolkodni, hogy mit lehet javítani, hogyan lehet egy picit jobbá, akár még nagyobbá tenni magát a fesztivált. Természetesen ezen dolgoztunk mi is. Sajnos, hogy áthúzta a pandémia a mi számításainkat is, és nem volt mit tenni. Ugye a jogszabályok nem engedték, hogy megszervezzük abban a formában a Birka Főző Fesztivált. Nem estünk kétségbe, hiszen rögtön elkezdődött a szervezkedés, és azok a produkciók, amelyeket át lehetett menteni a következő évi fesztiválra, azok természetesen ezek a tárgyalásokat lefolytattuk, tehát azok a fellépők, akik idén Karcagon léptek volna föl, természetesen a jövő évben láthatóak, hallhatóak lesznek a 2021. évi Birka Főző Fesztiválon. Jött a kérdés, hogy akkor mi legyen magával a hagyománnyal, az ízekkel, azokkal a főzőkkel, akik mindenképpen szeretnék megmutatni tudásukat. És hát innen jött az ötlet, nyilván nem csak tőlünk egyedül, hiszen nagyon sok fesztivál az online térbe kényszerült, hogy próbáljuk meg olyan jelleggel megoldani a Birka Főző Fesztivált, hogy mindenki kis csoportban, baráti társaságban, családban főzze meg a birka pörköltjét, szóljon ez a nap ettől függetlenül a karcagi módra készült birka pörköltről. És ha már megfőzik, és aki jár a városban, majd érzi az illatokat egy kicsit visszahozva a fesztivál hangulatát, küldjön egy fényképet, egy videót erről a főzésről, és hát természetesen mi majd jutalmazzuk őket. Próbáltuk azt a fajta lendületet nem megtörni, ami a főzőkben benne van, és úgy gondolom, és úgy jönnek a visszajelzések is, hogy mindenki nagyon jól vette ezt a kezdeményezést. Nagyon sokan főztek, aki járt a városban szombaton, de még vasárnap is, az valóban birka illattal telt levegőt szívhatott magába, tehát nagyon sok helyen főztek, nagyon sok családban elkészült a birkapörkölt, és nem csak Karcagon, hanem a környező településeken, vidéken, sőt messze lévő településeken is. Tehát az a felhívás, ami arról szólt, hogy legyen június utolsó hétvégéje a karcagi módra készült birkafőzés napja, ez úgy gondolom, hogy sikerült. Említette, hogy nagyon sokan jelentkeztek, nem csak városunkban, hanem a térségből is. Hogyha lehet arról beszélni, hogy akár korosztály tekintetében a fiatalokat mennyire lehet megszólítani ez az online, valóban hozzájuk talán közelebb álló programmal, világgal, illetőleg kik voltak a jelentkezők? Előzetes regisztráción gondolkodtunk, hogy legyen-e, kell előzetesen regisztrálni, vagy elég lesz majd a főzés napján, amikor már elkészült a pörkölt, és ha esetleg nem úgy sikerült, akkor nem kell feltétlenül jelentkezni. Ezért nem volt előregisztráció, tehát mindenki eldönthette, hogy főzök, és hogyha úgy érzem, úgy gondolom, jól sikerült a fénykép, jól sikerült a pörkölt, jó volt a hangulat, akkor természetesen elküldte a fényképet, elküldte a videót, elküldte azt a kis leírást, hogy milyen érzések jöttek elő esetleg aznap ő benne, vagy a baráti társaságban. Nagyon meglepő történetek jöttek egyébként, tehát aki föllép a Dériné Facebook oldalára, az egész csodálatos történeteket olvashat. 90 éves néni, aki minden évben megfőzi a birkapörköltöt, de aki csak most először próbálkozott 5 kg húsból pörköltöt főzni. Tehát nagyon sokféle variációt és nagyon sokféle érzést leírtak azok, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy visszajelezzenek.
Nagyon sokan küldtek, körülbelül 65-68 főzőtől jött visszajelzés, de még a mai napig is jönnek egyébként, tehát ezért nincs még pontos szám, és várjuk természetesen akár utólag is még a képeket, videókat, leírásokat. Hogy hányan próbáltak először főzni, ezt nehéz kibogozni, de a leírásokból az látszik, hogy nagyon sokan, és nem csak fiatalok, hanem középkorosztály, idősebb korosztály is, aki eddig nem merte megmutatni, vagy nem mert belekezdeni a birkafőzés tudományába, az most otthon egy picit elzárva a külvilágtól talán bátrabb lett és bekapcsolódott. Volt, aki azt írta, hogy most először, de jövőre már indulni fog a fesztiválon, annyira jól sikerült az elkészített étele. Úgyhogy többségében egyébként azt gondolom, hogy akik részt vettek az eddigi fesztiválokon, elsősorban ők voltak azok, akik életben tartották a hagyományt, és mindenképpen főztek a mai napon, de egyébként sokan voltak, akik fiatalok, akik most először kapcsolódtak be. Igazgató úr, megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!